Szóval az van, hogy elkezdtem nézni ezt az Anna and the Barbies című filmet, és kibaszott inspiráló. Én egyszer találkoztam élőben Annával, és nagyon megjegyeztem azt, ahogy mondta, hogy így harapni kell az életet, és ő tényleg harapja, hogy így egyszerre nő, férfi, ember, állat, gyerek, felnőtt, tehát ilyen olyan, mint egy dinamó, tehát ha a Paksot valakire rá kéne kapcsolni, akkor az vagy Beyoncé lenne, vagy Pásztor Anna. És én hozzá képest csak egy ilyen kis rózsapatron vagyok, ilyen patronocska, ő tényleg egy ilyen dinamit. És amit mondott, az nagyon beindította a fantáziámat, hogy én 2,5 éve foglalkozom nőkkel hétvégente az úgymond íráskurzus csoporton, van, amiről azért így mindig kiderül, hogy inkább egy ilyen csoportos coaching, ahol egymás ellakadásait próbáljuk így kipiszkálni, és hogy bassza meg, tényleg az van, hogy odajön 10-12 nő, ilyen csinosan fölöltözve, nagyon félénkkel, nulla önbizalommal, hogy hát így bocs, hogy élek, bocs, hogy itt vagyok, bocs, hogy zavarom a többieken, és így leülnek, így feszengenek, hogy nyilván ezt próbálom oldani a saját botrányos stílusommal, meg hogy próbálom ilyen intimmé tenni az egészet. És hogy az elmúlt 2,5 évben 800 vagy 900 olyan nőt ismertem meg, akik így zsenik. Ezerszer jobb írók, mint én. Én egyáltalán nem írok jól, nekem van egy nagyon egyedi stílusom, de itt ilyen Nobel-díjas írónőkkel ismerkedtem meg. Vagy aki nem tudott kurva jól írni, az 2 szoptatás között olyan táskákat vagy ruhákat var, hogy így lefosom a bokámat, vagy táncol, vagy énekel, vagy rajzol, érted? Vagy bármit csinál. És hogy félnek, de egy kurvára be van szarva mindenki, hogy hát, amit én csinálok, most az így kit fog érdekelni. Hát jó, hát írok egy blogot, de hát, hogy most azt így ki fogja elolvasni. Hogy mindig elmondom nekik, hogy tök jó, mert nekem addig van munkám, hogy még nektek nincs önbizalmatok. Tehát, hogy nekem a magyar nők önbizalom hiánya ad gyakorlatilag munkát, úgy, hogy én semennyivel se vagyok jobb, mint ők. És ezt mindig elmondom nekik, hogy csak az a különbség köztünk, hogy én leszarom, hogy ki mit gondol. Nagyon sok nő, és szerintem egy elég szép statisztikám van a magyar nőkről, így átfogóan, hogy az az alapvető probléma, hogy félnek. De ülnek rajtuk ezek a démonok. Úristen, mit fog szólni az apám, mit fog szólni az anyám, ha ezt leírom? Kinek fog tetszeni ez a ruha, amit megvartam? Ki fogja elolvasni a kis nyomorult gondolataimat? Vagy meghallgatni a zenémet, vagy megnézni a festményemet, vagy bármi, és így be vannak szarva, de ilyen kibaszottul be vannak szarva. Hogy ki mit fog gondolni. És minden hétvégén, ami előjön, visszatérő elemként az az, hogy senkit nem fog érdekelni az, ami így bennem van. És amikor így a második napon mondjuk felolvasnak egy szöveget, amit ők írtak, vagy így elmondják azt, hogy mi van bennük, akkor így mindenki így lehidal. Hogy Uramisten, tehát ahogy egyesek fogalmaznak, az tényleg ilyen gyönyörű irodalmi stílus, amit én például nem tudok. Van, aki regényeket ír, amire én képtelen vagyok például. Van, aki olyan verseket vagy szlemmet ír, hogy így eldobjuk a hajunkat, és hát így hazamennek, és akkor jó, hát akkor visszarakják a fiókba. És én 2 napig arra próbálom kapacitálni ezeket a nőket, hogy bassza meg, tedd már ki, tehát hogy merjed már csinálni azt, ami így benned van, igenis érdekelni fog másokat. Igenis érdekelni fog egy csomó nőt egy olyan blog, ami arról szól, hogy neked szeretőd van. Vagy hogy te swinger klubba jársz. Vagy hogy beteg gyermeked, vagy sérült gyermeked van. Vagy írsz a kutyádról, vagy bármiről. És mindenkiben az a kollektív para van így belenevelve, hogy amit te csinálsz, hát az átlagos, érdektelen az. Az nem méltó arra, hogy így kirakd a nagy nyilvánosság elé, mert ez majd az N+1. Blog lesz, vagy az N+1. Kabát, amit így megterveztek, hogy ez kit érdekel. És én 2 napig azon küzdök, és ehhez kapcsolódik Annáéknak a filmje, hogy így merni, csinálni,
hogy ez a két nap így nem rólam szól, hogy leülök és akkor magamról beszélek, mint egy ilyen narcisztikus ego burgonya, hogy hú, én milyen fantasztikus ember vagyok, mert ugyanakkor a balfasz vagyok szatyorban, mint bárki más. Csak egyszerűen nem érdekel igazából az, hogy amit én csinálok, most arra jót mondanak, vagy rosszat. Engem az érdekel, hogy az segítsen. Elsősorban magamon, terápiásan nyilván, és elsősorban szintén párhuzamosan emellett, hogy legyen bátorságuk a nőknek csinálni a dolgukat, mert kurvára nincs. Azok írnak, és azok vannak reflektorfényben általában, akiknek inkább így nem kéne írni, vagy nem kéne csinálni semmit. Ezekről a nőkről senki nem tud. Anyukák, vagy szinglik, vagy párkapcsolatban élők, vagy özvegyek, vagy fiatalak, idősek, tök mindegy, mert csomóféle nő jár hozzám. Senki nem hallotta a nevüket, és a fióknak írnak, vagy a fióknak csinálnak bármit. És kurva fájdalmas nekem ezt látni, hogy ők úgy ülnek ott, hogy most ők eljöttek a Bihari Wikihez, mert hogy a Bihari Wiki bazd meg, hát annak ott a Facebook profilján, ott van egy nagyon nagy szám, hogy mit tudom én, követik 80 ezeren, és akkor úristen, ő már így valaki. És a második nap végére tudom nagyjából elérni azt a szintet, hogy próbáljanak már meg engem egyenrangú lényként kezelni saját magukkal. Semmivel sem vagyok okosabb, értékesebb és érdekesebb, mint bárki más. Annyi köztünk a különbség, hogy én szeretek kötél nélkül bungee jumpingolni, és nem félek kitenni a démonjaimat a nyilvános térbe. És a második nap végén a kurzuson van egy olyan feladat, amit most nem fogok lelőni, amikor fel kell olvasni viszonylag kellemetlen dolgokat így az életünkből. És ott ül ez a 10-12 nő, aki ugye azt hiszi, hogy ő a legszerencsétlenebb a világon, ő a legrondább, a legkövérebb, a legtehetségtelenebb, a legbetegebb és a legboldogabb, és elkezdik egyesével végighallgatni a többieknek a történetét, és rájönnek arra, hogy mindenki nyomorult, mindenki szarba van, mindenki, aki normális, az szorong. Mindenki, aki normális, abban lakik egy félős kislány, akinek a leghalványabb fogalma sincs arról, hogy itt mi a faszom történik. Én se tudom. Tehát én se adom azt elő, hogy fölállok egy pulpitusra, mint egy ilyen öltönyös, félpszichopata motivációs tréner, és akkor 10+1 tippben elmondom, hogyan legyél sikeres, meg boldog az életben. Ez geci hiteltelen. Hanem elmondom, hogy hát én se tudom, hogy mi van. Tehát ide leszülettem, így valamit csinálok, így próbálok valami jót csinálni, meg szórakoztatót, meg próbálok értéket teremteni, meg érzékenyíteni. Aztán majd megdöglök a picsába, tehát ugyanúgy, mint bárki más. Hogy nem kell ennek akkora súlyt vagy jelentőséget tulajdonítani, hogy valakinek sok követője van, vagy sok olvasója, vagy sok rajongója. Hogy nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy a belé szorult szart azt egy olyan csatornán tud kivezetni, legyen az bármiféle művészeti ág, vagy sport, akármicsoda, ami téged boldoggá tesz. Tehát ezt a belénk szorult trauma halmaz, mert mindenki hülyére van traumatizálva, azt egész egyszerűen meg kell próbálni egy ilyen ereszt csatornán kivezetni magunkból, hogy ne bolonduljunk meg. Ennyi az egész történetnek a lényege. És kurvára fáj, hogy ezt nem merik megcsinálni, mert nyilván egy megszégyenítő, kirekesztő, megbélyegző társadalomban élünk, ahol hát nem kéne jobbnak lenned, nem kéne sikeresebbnek lenned, úgyse fog összejönni, hát igen, majd ti is elváltok, semmivel sem vagy külön, mint más. Tehát ki az, aki megerősítést kapott egész élete során? Ki az, akinek a szülei vagy az iskolában a tanára így bíztatták, hogy mennyire jó vagy, büszke vagyok rád, tökre örülnék, ha többre vindéd, mint én, hát a faszt. Tehát az volt a lényeg, hogy minél több egyest kapjál, meg legyél olyan, mint az átlag, tudj besimulni a tömegbe, de egy normális ember ebbe a társadalomba nem tud besimulni. Tehát aki ebbe a társadalomba be tud simulni, abban nagyon nagy problémák vannak szerintem. És hogy szegény nők, ilyen multiból kiégett rabszolgák, ilyen ex-HR-esek, marketingesek, családanyák, vállalkozók, de mindenféle nő, ott ülnek, és így próbálják elfojtani azt, ami bennük van így a szívük mélyén. Hogy ők kreatív, humoros, intelligens, jófej nők.
és nyilván ritkán jönnek pasik is, de sajnos ők kevesebben, hogy nyilván ez nemtől független, csak nőkből van nagyobb statisztikám, hogy én azért küzdök, esküszöm, én semmi másért nem küzdök, csak azért, hogy ezek a pszichopatológiák kerüljenek ki a nyilvános térbe. Tehát akit molesztáltak, bántottak, ütöttek, vertek, piszkáltak, megaláztak, megszégyenítettek, azok ne szoruljanak be ebbe a satuba, amiben ez a társadalom bele akar minket gyömöszölni, hanem tegyék ki, mert tök érdekes egy vers, tök érdekes egy blog, egy házi készítésű cipő, egy házi szörp, egy lekvár, egy gyöngysor, tehát bármi kurva érdekes lehet a másik ember számára, és minden nő, aki eljön hozzám, azt hiszi, hogy egyedül van. Ő egyedül pánikbeteg, ő egyedül depressziós, csak őt csalja meg a párja, csak neki van szeretője, csak ő szorong éjszakánként, csak ő dobálja be a szanaxot cigi szünetbe a munkahelyén, és ez a két nap arról szól, hogy így nem vagy egyedül. Tehát én nagyon félek azoktól az emberektől, akik ilyen pedáns módon rendben vannak. Minden nap mosolyognak, minden nap ugyanolyan a kedvük, fantasztikus a karrierjük, gyönyörű a családjuk, patika tisztaságú a házuk, minden olyan, olyan vidám, olyan békés, hogy én ezektől ilyen zsigeri szinten rettegek. Tehát én az őrülteket szeretem, azt hiszem, mert hogy tényleg az őrületet tartom az egyetlen adekvát válasznak erre a világra. Tehát ez nem lehet nem megőrülni. De hogy azt hiszem, hogy az őrületet, azt be lehet csatornázni, ahogy nekem is sikerült. Tehát én már nem vagyok őrült, mert rengeteg terápiával, és rengeteg írásterápiával, pszichodrámával, pszichoanalízissel, stb. Sikerült egy mederbe terelnem az őrületemet, amiből tudok profitálni, főképp lelkileg. És hogy nagyon fájdalmas azt látni, hogy tényleg kurvára nincs önbizalma senkinek, a másik oldalon nagyon fájdalmas azt látni, hogy vannak önbizalom edzők és önbizalom trénerek, ilyen önbizalom pumpáló emberek, akik elhitetik a nőkkel, hogy könyvekből meg egy pár előadásból lehet önbizalmat építeni, nem lehet. Én azt gondolom az önbizalomról, hogy az szeretetteljes, intim, támogató közegben alakul ki, sehol máshol. Ez lehet egy nagyon egészséges családi háttér, egy támogató párkapcsolat, vagy egy nagyon gyógyító terápiás kapcsolat, csoportos, egyéni, művészterápia, akármi. Nem jön máshonnan az önbizalom, mert ezekben a közegekben jó esetben nem bántanak minket. Ahol minket bántanak, ott ugye nem tudunk önbizalmat építeni. És ebben a két napban én annyit csinálok, hogy nem bántok 10-12 nőt, hanem arra próbálom ösztönözni őket, hogy csinálják azt, ami így bennük van. Tök mindegy, hogy mit. Tök mindegy, hogy mennyi like lesz rajta. Tök mindegy, hogy mit szól a főnök, vagy az anyja, vagy az apja, vagy az öccse, vagy az exférje. Írja ki magából, tegye ki magából azt, ami benne van. És ami csodálatos, hogy azért vannak jó páran, akik hazamennek vasárnap este erről a kurzusról, és utána írják, hogy ezt megcsinálták. Igen, elindítottam a blogomat, kurva sikeres. Igen, megcsináltam a webshopot, eladtam egy csomó, mit tudom én, táskát, amit így két szoptatás között vartam, tök jó, hogy van egy kis plusz pénzem. Képzeld, megjelent az első lemezem, képzeld, megkerestek, nem tudom, újságok, készítettek velem interjút, képzeld, elmentem terápiába, képzeld, jobban vagyok, vagy váltottam munkahelyet, hogy nekem 2x7 órám van arra, hogy adjak nekik egy ilyen nagyon szelíd löketet, hogy ilyen nagyon finoman felkapcsoljam bennük a villanyt, hogy nem vagy egy szar darab. És hogy nagyon furcsa, amikor ezt elmondom nekik, hogy nagyon nehezen hiszik el, hogy ők nem egy szar darabok. És ez tényleg rendkívül érdekes, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy egy értéktelen szar. Aki meg van róla győződve, hogy ő a világ közepe, az hát ez nyilván nem teljesen normális. Szóval csak ennyit szerettem volna mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy ennyi nő van szarban Magyarországon. Nem én fogom megváltani a világot, de rohadtul igyekszem. És legyen konkurenciám,
és csináljátok jobban, mint én, és csináljátok bátrabban, mint én, és sokkal jobban írtok, mint én. És a szégyen az, ami szerintem a legjobban megnyomorítja az embert, és mindenki hülyére van szégyenítve. Mindenki meg van szégyenítve. És én azt látom leginkább, hogy én egy ilyen all-in ember vagyok, tehát hogy mindent fölteszek egy lapra, és nagyon rá tudok fókuszálni egy dologra, és hogy nekem az all-in az ott van, hogy nekem van két napom, hogy ne szégyenítsek meg nőket. Én azt hiszem, hogy ennél többet nem tudok tenni. Köszönöm, hogy elmondhattam. Sziasztok!